Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket adventi ünnepség sorozatunk második vasárnapján. A korábbi évekhez kapcsolódóan idén is szerettük volna megtartani azt a szép hagyományt, hogy a második adventi vasárnapon egy különleges adventi témájú előadásban gyönyörködve segítsük ráhangolódni kedves közönségünket az ünnepek ünnepére, a karácsonyra. Nem titkolt célunk, hogy egy kicsit kiszakítsuk Önöket a mindennapok rohanásából, és hogy az együtt ünneplés örömének érzésével, szeretettel feltöltődve lépjenek majd ki a templom ajtaján. Azt kívánom, hogy legyen így. Tisztelettel felkérem Maga László Esperes címzetes kanonok urat, hogy házigazdánkként köszöntse a jelenlévőket. Azt szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a második adventi vasárnapi énekes előadásra is sorra, hogy a templomban már vég a második gyertya. Valójában ezeknek a gyertyáknak egy szép lelki jelentése, mégpedig az Úr Jézus négy eljövetelére utalnak. Az első arra, hogy Jézus eljött a múltban, Betlehemben Szűz Mária gyermekeként a világra született. Második gyertya arra emlékeztet, hogy Jézus ma is jön és kopogtat a szívünk ajtaján. A harmadik arra hint bennünket, hogy Jézus jön majd mindnyájunkért, földi életünk végén, amelynek időpontja bizonytalan, ismeretlen számunkra. A negyedik gyertya pedig az ő világ végi eljövetelére emlékeztet. Tehát ez a második gyertya azt jelzi, hogy Jézus mindig kopogtat a szívünkön, és én hiszem, hogy a mai délutáni alkalom is ilyen alkalom nekünk, hogy kopogtat az Úr Jézus a szívünkön. Pendely énekes együttes már egyszer itt a templomban énekel. Nekem is kedves szép emlékem van erről az előadásukról, és kívánok, hogy mindnyájunk szívét érintse meg az Úr Jézus a mai délután is, és kívánok sikeres fellépés, sok-sok kegyelmet az együttesnek és a vezetőinek, felkészítőinek, és mindenkinek kívánok áldott adventet. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Esperes úr köszöntő szavait, gondolatait. Mai ünnepségünk fellépője a debreceni Pendely énekegyüttes, mely évek óta tömöríti magába az énekelni vágyó fiatalok sokaságát. A Pendely énekegyüttes család a debreceni Zenede hivatalos nevén a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola népi énekes tanszakának növendékeiből alakult. Az énekesek valamennyien Debrecenben tanuló diákok, a népdaléneklést pedig a Zenedében tanulják. Az iskola népzene tanszaka mára több mint 20 éves múltra tekint vissza. A különböző korosztályok énekegyüttesei a helyi és országos versenyek megmérettetések mellett a Fölszállott a Páva televíziós népzenei és néptánc tehetségkutató verseny évadaiban is nagy sikerrel szerepeltek. A középiskolásokból és egyetemistákból áll a Pendely énekegyüttes. Az általános iskolásokból lakult a Kis Pendely, illetve a Bőgatya énekegyüttes, a legfiatalabb énekesekből pedig a Pendelykék. Az énekegyüttesek tagjai a sok éves közös munka során jó baráti kapcsolatot alakítottak ki egymással, és egy barát társasággal szinte családtagokká váltak, azonban az őket összekötő, még ettől is szorosabb kapocs a magyar népzene szeretete és tisztelete. Művészeti vezetők Tóth Lilla és Sáriné Szebenyi Judit. A törkölyzenekar több mint 15 éves múltra visszatekintő, autentikus magyar népzenét játszó együttes. Elsősorban szűkebb hazájukban, a Hajdúságban játszanak, de országhatárokon belül is számos helyen adnak koncertet, vagy muzsikálnak előadásokon, táncházakban.
A törkölyi zenekar külföldön is rendszeresen fellép, jártak Csehországban, Szlovákiában, Erdélyben, valamint Szenegálban is. Játszóházak, táncházak, népzenei táborok állandó résztvevőiként gazdagítják a környéki kulturális életét. Három tematikus műsorukból kettő lemezen is megjelent, szerzői kiadásban, itt a Tele Csutora, Adventure Viszkeresztik című hanglemezek, valamint a Pajzán Históriák. A zenekar e koncertműsorban szereplő tagjai Tóth Lilla, a népművészeti ifjú mestere, hegedű és koboz, Bíró Zoltán, 3 és 4 húros brácsa, illetve Páskú György nagybőgő. Kérem, fogadják szeretettel a debreceni Pendei Énekegyüttes és a törkölyi zenekar Feljött a hajnal című adventi műsorát. Mosolyogni fog.
és két fehér galamb fog ülni a vállán két felől. Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont. Nem ad fegyvert, hanem kenyeret. Ma még sírunk, mert a mosolygás nem én vagyok. Ma még sötét van, mert nem jöttem világosságnak, hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról. Már közeledik az éj, mely szüli a hajnalt. Eljön ő, minden bizonnyal eljön. Thank you.
Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és felfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi meglepetés. Lehetséges vége érhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet, és advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, és már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától.
Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb. A hetek, órák, percek, kattogó, szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel sem lesz kevesebb annál, amire vár. Yeah.
szívigazságra, mert eljött a Jézus szegény szállására. Tisztíts ki a házadat, hidd be őket, hogy vigyék a lelkedet boldog mennyországba. Szállásikra adja az Isten. Harangcsendű, énekszendű, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis faluban, karácsonykor, magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre, imádkozni. Az én kedves kis faluban a Messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falunkban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenne, a nagyisten szent kegyelme súrna, szállna. Az én kedves kis falunkban minden szívben csak szeretet lakik nála. No!
Rántja lelkem a nagyváros dolgozaja. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfelejteni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermekszívvel a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözülni. Thank you.
Ha ez a szép reggel igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna más, csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi lege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a igazán színvonalas és meghívó is volt ennek a gyönyörű szép. Sok lánynak csengő hangon énekeltek. Tisztelt vendégeink, adventi ünnepségünk a város főterén folytatódik. Kérek mindenkit, hogy vonuljunk együtt a főtéren felállított színpadhoz, ahol az Ezüst Híd tanoda adventi műsorát tekinthetik meg. Ezt követően Lukácsi Györfi Lilla, a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola pedagógusa osztja meg önökkel adventi gondolatait, majd megnyitásra kerül a remény gyertyája. Fogadják szeretettel a BSC József Attila szakképzőiskola tanárai és diákjai által készített finomabbnál finomabb süteményeket, és kóstolják meg a művelési központ dolgozói által főzött teát és forralt bort is. Várjuk önöket a színpad előtt!